A polgármester hivatal költségvetéséből kezdődik meg még ebben az évben az ökumenikus rabatalozó építése, a református és a katolikus egyházak a szükséges területet biztosítják. Az 550 négyzetméternyi telken egy több mint 320 négyzetméteres alaksorral ellátott építmény kap helyet, a tervezett költségvetés meghaladja az 520 ezer lejt áfával. Az épületet egy helyi vállalkozás tervezte, elkészültek a látványtervek is. A város idei költségvetéséből 100 ezer lejt hagytak jóvá erre a célra az önkormányzat testület tagjai. Jelenleg a tervek véglegesítése zajlik, egészen pontosan az építkezési engedély megadása, a közbeszerzési kiírás a kivitelezésre. Ha ez megtörténik, megkötik a szerződést a nyertes vállalkozóval. A tervek szerint legkésőbb 3 év múlva elkészül az új szombatfalvi rabatalozó, mely megfelel majd az EU-s temetkezési irányelveknek. Felajánlottuk a katolikus, református, unitárius egyházaknak, hogy közösen, ez azt jelenti, hogy többnyire a mi pénzünkből építsünk, de viszont az ők telkükön, ha felajánlják, egy olyan rabatalozót, ami egy egész városrésznek, a szombatfalviaknak volna egy megoldás az ilyen jellegű gondjaik méltóbb kezelésére. Szeretnénk az útat is egy kicsit rendbe tenni, ez volna az első lépés, és az idén már elindítanánk a munkálatokat. A rabatalozó mindenképpen hiánypótló lesz, ugyanis most a szombatfalvi körzethez tartozó reformátusokon, katolikusokon kívül az unitárius elhunytakat is a Szent György templom melletti rabatalozóból kísérik utolsó útjukra.